Szevasztok, gyerekuk, szevasztok. Hát szomorú dolgot tapasztalok ugye most YouTube-on. Vannak jó meg rossz dolgok. Visszatért ugye a VK-vlog. Előbb újt a vakontúrásból. Én örülök neki minden esetre. És egy 3 év után, vagy nem is tudom mennyi, nem jelentkezett. Aztán én most neki tényleg örülök. Csinálja is, sok sikert kívánok neked, VK-vlog. Mondjuk átnevezte a csatornáját Vinkovics Ádámra. Nem tudom, hát az se rossz amúgy, csak VK-vlog, hát VK-vlog, hát jó volt ez a VK, nincs az a semmi, meg most már úgy látom, hogy nem problémázik, hogyha valaki leírja ezeket a bizonyos szavakat, amiket nem szeret. Mindenesetre örülök neki, na, sok sikert neked, VK-vlog, és ami kicsit úgy elkeserítő, ugye az az, hogy az Ádám újra visszaesett a piába. 3 évig nem piált a csávó, és nagy nehezen összekapart azokat a dolgokat, ugye, amiket ugye láttunk, hogy most lett ház, stb. Meló, barátnő, ilyenek. És most így, most nem tudom mi igaz. Hát, ja, mert igazából én rájöttem Szabidára, mert volt tűnve Ádámba, hogy mi van az Ádámba, hogy el van tűnve, azt mondja, nem tud semmit. És akkor azt mondja, hogy azért iszik meg, hogy megcsalta. Többször megcsalta. Tehát a Szabina mondta nekem. Úgyhogy tök érdekes, hogy hát megcsalta az Ádámba, hogy többször is. És most kiderült a live-ból, hogy az Ádámba, hogy visszacsalta. Szóval érdekes sztorik ezek, gyerekek. Érdekes sztorik, hogy a VK visszatért, akkor ugye az Ádám Bobi sajna visszaesett. Én sajna, megmondom, hogy sajnálom. Tehát azért innen nagyon könnyű így elbukni mindazt, amit úgy fölépített, tudjátok ti is. Persze szórakoztató meg, na hát most ezek a részeges live-ok, most amikor a Trutyi is be volt bassza, meg ilyeneket, hát azért néztük, meg szórakoztunk rajta, persze, de hát na, most ha belegondolsz, azért csak jobb az, hogy olyan normális életed, nem? Mint az, hogy röhögjenek rajtad, meg búnyolódjanak, stb. Meg elveszted mindazt, amit eddig nagy nehezen fölépítettél. Mert innentől kezdve sajnos, hogyha most elindult a lejtőn, már pedig úgy látom, hogy elindult a lejtőn, mert nem az van, hogy berúgott, és akkor kipihen, és másnap elgondolkozik, hogy mit csináltam, nem. Ugyanúgy főkelt, bazzik, és folytatta a piát. Én nem tudom, ilyen 2-3 órás alvások lehetnek, amiket csinál. És most azt veszem észre, hogy nem gondolja el, tehát nincs józan pillanat a 3 napja az embernek sajnos, hogy bazd, mit csinálok, tudod. És megmondom, hogy próbáltam hívni, hogy mi van vele. De hát nem vette fő. Vagy aludt, vagy live-ozott, tudom én. Nem tudom, lesz egyáltalán normális. Meg látom, megjelent az Ibolya néni is. Jó akaróként oda ment segíteni. Segítés címszóval, aztán ment a piál, közös piálás, stb. Hát én megmondom őszintén a kárőrvendőség. Nem az a kárőrvendőséget, hanem így valamilyen szinten azt látom rajta, hogy egy picit úgy. Na, mintha megmondtam volna, hogy úgyis visszaesel, tudod, úgyis visszaesel a piába. Ádám, aztán tényleg sajnálom. Én tényleg sajnálom. Jó lenne úgy, hogyha észhez kapna, és így még most, így az elején megfogná ezt a sztorit, és azt mondaná, hogy jó van, abba hagyom, mert ja, most egyszer kirúgtam a hámból. A Szabinás értem, hogy írja, hogy elhagyom. El akarom hagyni, meg nem érdekel már, meg már régóta el akarom, azt most meg írogatta a live-ba, hogy így szeretlek, úgy szeretlek, visszamegyek hozzád hétfőn. Mondom, és akkor ráírtam, mondom, Szabina, te írkálsz itt a live-ba ilyeneket? Azt mondom, én írok. Mondom, az meg tök érdekes. Nem tudom, hát lehet, hogy meg lehetne ezt beszélni, nem tudni, hogy gondoljátok ezt. Van innen még visszaút, vagy nincs? Most az Ádám mobilnak. 3 év passzív alkoholizmus után, ugye, hogy nem ívott. 3 évig semmit, még konyakos medgyet sem emlékszem, az még annál is izét, hogy van benne alkohol, biztos, hogy nem kérek. Úgyhogy tök elgondolkodtató, érdekes amúgy. Azt rájutok szerintem egy cigire. Úgyhogy azért mondom, hogy kicsit sajnálom, megmondom őszintén. Sajnálom, bazd meg. Mit érezhetett akkor, amikor azt mond, vagy elhatároztam, hogy na jó van, 3 év után veszek, bemegyek a boltba, veszek, mit tudom én, 2 literes kőbányait, és akkor na, megbontom, és hogy érted, mielőtt belévott volna, tök érdekes. Aztán azóta most is megy a live, meg minden, megás nélkül live, ezek a csávó. Durva. Ez az a baj, gyerekek, hogy ez így nagyon durva. Sajnálom. Van-e innen visszaút, a fene tudja. Bonnár Krisztán is visszatért, úgyhogy meg üzengetett közben a háttérben, ugye itt volt lenne Baján a sugom. Nagyba. A rég vlogolt. A vlogolunk egyet, érted most erről a sztorikról. Cigit meg azon gondolkozok, hogy pont most, amikor ugye vannak cigi percek, meg ilyenek, akkor lehet, hogy le kéne rakni. Mindegy, úgy vagyok vele, hogy most még cigizek.
Hogy bírom anyagilag, tudod? Utána meg majd le fogom szarni, és akkor lehet, hogy nem cikitek. Most egy nappal szemben nem jó, úgyhogy marad ez a pót. Csak így meg én nem látok, úgyhogy ilyen köztes állapot kéne így, de akkor meg ott vannak hátul a gyerekukszok. Aranyosak, érted? Nagyon jó a víz, marha jó. A Duna az nagyon hideg. Tök hideg a Duna. De... nem tudom. Én mindig is súgópárti voltam itt Baján, szóval... azt én mondom, hogy... hát igen, ez szomorú dolog. Még egyszer mondom, hogy... most előbb indított egy live-ot. Ibolya néni meg... menj segíteni azt. Segít meghúzni az üveget, vagy nem tudom ebbe. Olyan nagy segítséget nem tud neki nyújtani. Na, mit gondoltok erről? Csak így kíváncsiságból csináltam ilyen vlogot, meg most elkapott így az ihlet, mondom, csinálok egy vidinyót. Írjátok le kommentbe a véleményeteket. Aztán elolvasom, meghallgatom. Na, meg ha valaki akar erre reagálni, akkor reagálhat. Úgyhogy üdv, VK vlog, még egyszer. Nincs benne semmi rossz indulat. Eddig se volt, amikor a parodiákat csináltam. Te voltál olyan ugye, aki mindig azt mondtad, hogy mert úgy irigy vagyok, meg fel akarok kapaszkodni, meg ilyenek. Ez mindig jót mosolygok. Na, úgyhogy mindegy, csináljad, tök jó. Látom, van bicikli, meg roller, vagy nem is tudom, valami iPhone 14-et vettél, Pro Max-ot. Határozottan a legdrágábbat, úgyhogy jó választás, én azt mondom. És így tovább csináld a vlogokat, Ádám Mobil? Hát Ádám Mobil csinálhatná vlogokat, de ő nem csinál vlogokat, ő most inkább ilyen bebaszós live-okat csinál. Amit néznek, ilyen 150-200-an néznek, érted? Amúgy erre nagyon nagy igény volt tényleg, mert mindenki eltűnt most, ahogy hívják ró, erről a trash piacról idézőjelesen, és most így kicsit kitölti ezt az űrt. Tehát jó lenne, hogyha észhez térné és azt mondaná, hogy jó, elég volt gyerekek, na ennyi, kicsit kicsiklottam, megy tovább az élet, továbbra is, ahogy eddig, meló, stb. Na jó van gyerekek, ennyi, mennyi, 6 perces, 7 perces, most így gyersen feltöltöm, nem vágok rajta semmit. Szevasztok, bang!